Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy angol nagymama, aki látva a világégés utáni állapotokat, és megsajnálva a borzalmakról mit sem tehető gyermekeket, összecsomagolta ajándékát egy cipős dobozba, és elküldte egy szegény gyermeknek. Nem sejthette, hogy egyszerű, de nemes tettét százak, ezrek, milliók követik majd, és hogy a cipős dobozba zárt szeretet áttör határokat, korokat, életszemléleteket, és mozgalommá fejlődik. Ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott Kápolnásnyék is. A rendezvény a Baptista Szeretett Szolgálat cipős doboz jótékonysági akciójához kapcsolódik. Tulajdonképpen egy gála est, egy abszolút rendhagyó műsorral. Egy tanítónőnk, Tóth Anita ötlete volt, hogy ilyen módon is segítsük a cipős dobozok gyűjtését, és próbáljunk meg a rászoruló gyermekeknek minél több támogatást adni. Azért tartom fontosnak, hogy részt vettek a cipős doboz akcióban, mivel így karácsony közelettével nagyon jó érzés segíteni a rászoruló gyerekeknek, és nagyon örülök, hogy az iskola segítséget nyújt nekem ebben. Mennyi szeretet fér egy cipős dobozba? Mindenképpen várunk a cipős dobozba játékokat, vadonatúj vagy jó állapotban lévő játékokat. Ezeket az egész pici gyermekektől 14 éves korig bárki megkaphatja és használni fogja. Ezen kívül vadonatúj higiéniai eszközöket, tehát fogkefe, fogkrém, szappan, kis törölköző, egyebek, amelyeket a rászoruló gyermekek használhatnak. Azon kívül írószereket, akár egy füzetet, tollat, színes ceruzát, zsírkrétát, valamint természetesen édességet is. Itt kérjük azt, hogy ne legyen könnyen romlandó, vagy pedig nagyon olvadékony, hiszen ezek a csomagok valószínű, hogy hosszabb utat megtesznek majd. Valamint nagyon örülünk, hogyha a készítő családról, gyermekekről kerül bele egy kis kép, vagy egy kis pársoros üdvözlet, hogy a megajándékozott is tudja, hogy valóban szeretettel készítették ezt a dobozt. Van lehetőség arra, hogy a rendezvényre csak az ajándékot hozzák el, és önkénteseink csomagolják majd ezeket cipős dobozokba, illetve aki úgy érzi, az csomagolhat egy cipős dobozt szép csomagoló papírba. Ez esetben azt kérjük, hogy a tetejét és az alját mindenképpen külön csomagolja be, és úgy készítse össze az ajándékcsomagot. Örülök, hogy részt vehetek ezen a műsoron először is, és mivel zenélek, ezért én a zenémmel tudom megmutatni azt, hogy én is tudok segíteni. Nagyon törekszünk arra, hogy ez az egész cipős doboz akció jól sikerüljön, és mindenkinek nagyon fontos szerepe van ebben az egészben. Úgy gondolom, hogy az, hogy az iskola évek óta gyűjtőpont, bizonyítja, hogy magunkénak érezzük ezt a jótékonysági rendezvényt. Igazgató úr nagyon szívesen csatlakozott, és nagyon lelkes volt a jótékonysági est gondolatára is. A diákok pedig, iskolánk diák önkormányzata teljesen önkéntesen vesznek ebben részt, hiszen ők is úgy érzik, hogy jelenleg szerencsésebb helyzetben vannak, és nagyon szívesen segítenek ilyen módon is más rászoruló gyermekeknek. Az önkormányzat pedig nagyon korrekt módon ingyenesen bocsátotta rendelkezésünkre a művelődési házat, hogy valóban jótékonysági lehessen ez a rendezvény. Az elkészült és összegyűjtött cipősdoboz ajándékokat a Baptista Szeretett Szolgálat országos önkéntesi hálózatán keresztül fogja eljutatni a rászoruló gyermekekhez még az ünnepek előtt.